Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni ezt a megtisztelő felkérést, és megpróbálom itt a következő 15 percben felvenni a versenyt a kávéval és a süteménnyel, és egy picit a figyelmüket kérném ahhoz, hogy be tudjam mutatni, hogy a Nokia Siemens Networksnél hogy néz ki a gyakorlatban a tudás háromszög, melyek azok az elemei a tevékenységünknek, amivel azt gondoljuk, hogy kapcsolatot, szinergiát tudunk létesíteni az egyetemi oktatással, kutatással. Mielőtt belevágnék a tudás háromszög vonzolgatásába, kérem engedjék meg, hogy azért néhány szóban, mondatban bemutassam a Nokia Siemens Networks tevékenységét, általában a világon, és utána pedig Magyarországon is, tehát mi az, amivel foglalkozunk. A Nokia Siemens Networksről annyit mindenképp érdemes tudniuk, hogy egy 50-50%-os vegyes vállalatról van szó, amely a Nokia és a Siemens tulajdonában áll, de a Nokia csoport része vagyunk, tehát a tevékenységünk a pénzügyi konszolidáció szempontjából a Nokia csoportban összpontosul. Egész pontosan ez a tavalyi negyedik negyed évben azt jelentette, hogy a Nokia 100 egység árbevételéből kb. 51 egység volt a Nokia Siemens Networks, tehát a hálózati megoldások bevétele, és kb. 49 egységnyi volt a mobil készülékek eladásából származó bevétel. És a mi missziónk, víziónk az nem más, hogy mi a mobil szélessáv világszintű szakértői vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a GSM technológiától kezdve, az első GSM hívástól kezdődően napjainkig, az első LTE hívásig folyamatosan élen járunk a mobil generáció, mobil technológia egymás követő generációiban. Miért gondoljuk azt, hogy ez egy fontos terület, amivel érdemes foglalkozni? Ugye elhangzottak itt az előző előadásokban számok a hálózat növekedésével kapcsolatban, az internetforgalom növekedésével kapcsolatban. Most ami a mobil széles sávot illeti, az 2010 és 2020 között körülbelül 1000-szeres növekedésen megy keresztül, amely 1000-szeres növekedés két tényezőből fakad. Fakad egyrészt abból, hogy a felhasználók száma körülbelül 10-szeresére növekszik, tehát míg 2010 környékén kevesebb, mint 500 millióan használtak mobil internetet, addig ez 2020-ra meg fogja haladni az 5 milliárdot, a mi becsléseink szerint. A másik tényező pedig az, hogy az egy főre jutó mobil adatforgalom mennyisége az el fogja érni 2020-ra az 1 gigabájtot naponta, ami jelenleg mondjuk ilyen 10-15 megabájt körül van. Megnéztük a magyarországi adatokat is, ez Magyarországon jelenleg kb. 1 gigabájt per hónap, tehát hogyha ezt napokra lebontjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a világ átlag kb. Dupláját fogyasztjuk, nagyjából mind a három mobil szolgáltatónál kb. Ezek az adatok tartalmazhatók. Tehát egy olyan robbanásszerű növekedés van folyamatban, ami nyilvánvalóan szükségessé teszi, hogy legyenek olyan technológiai megoldások, amelyekhez képesek kezelni. Ez egy 50-60 milliárd eurós piac, amire a mi vállalatunk fókuszál. Amint látható, a mi történelmünk ebben a közös formában 2007 áprilisára nyúlik vissza. Nyilván, hogyha az anyavállalatokat nézzük, akkor itt is jóval 100 év fölötti múltra tekint vissza a vállalat tevékenysége. 58 ezer kollégával dolgozunk világszerte, és ami talán fontos, hogy ebből Magyarországon immár több mint 1000 munkavállaló tevékenykedik, akiknek a nagy része egyébként kutatásfejlesztési területen dolgozik. És akkor tovább is lépnék arra, hogy mivel foglalkozunk itt Magyarországon, és miért tartjuk kiemelkedően fontosnak a felsőoktatással, azon belül is a mérnöki felsőoktatással való kapcsolatot. Két jogi entitásunk van, amely ezt a több mint 1000 főt foglalkoztatja, és hát három fő tevékenységi területünk van. Az első a kutatásfejlesztés, erről majd bővebben fogok beszélni a következő szlájdokon. A második, ami egy új tevékenységi terület, ez egy pénzügyi szolgáltató központ, ami a közelmúlt üzleti eredménye, hogy sikerült Magyarországra hozni egy olyan számviteli pénzügyi szolgáltató központot, amely közel 50 ország számára látja el cégcsoporton belül a könyvelési feladatokat. És a harmadik pedig maga a magyar piacon hát fellépő igényeknek a kiszolgálása.
És akkor nézzük meg, hogy a kutatásfejlesztés szemszögéből hogyan is néz ki a tudás háromszög, melyek azok a kapcsolatok, melyek azok a közös projektek, amelyek számunkra nagyon fontosak, és azt gondoljuk, hogy egy win-win helyzetet eredményeznek az egyetem és a Nokia Siemens Networks között. Az első ilyen, amit szeretnék kiemelni, az a gyakornoki programunk, amely már hosszú évek óta sikeresen működik, és minden fél évben kb. 50-60 diákot fogadunk, akik valós K+F projektekben vesznek részt, az őket irányító mérnök kollégáink keze alá dolgozva, és a munkájukat a fél év végén érdemjeggyel és kreditponttal tudjuk jutalmazni. Hát büszkén mondhatom, hogy 13 intézménnyel dolgozunk közösen, ebből 9 hazai és 4 külföldi intézmény található. Legnagyobb partnereink az ELTE és a BME, tehát mindenképpen fontos szerepe van a budapesti mérnöki felsőoktatásnak ebben a programban. A jelentőségét ennek a projektnek az adja, hogy azt látjuk, és hát magam is azt tapasztaltam a felsőoktatás alatt, hogy ami az előző előadásokban is elhangzott, hogy tárgyi tudásban nagyon erősek vagyunk, amikor kilépünk az egyetem kapuján, de sokszor a soft skill-ek, a gyakorlati tudás, tapasztalat az, ami hiányzik. És azt gondolom, hogy ez a gyakornoki program lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók már az egyetem alatt megszerezzenek olyan készségeket, amelyet utána a valós üzleti helyzetekben tudnak alkalmazni. És még mindig ritka az ilyenfajta együttműködés, pláne ilyen volumenben, mint amilyen volumenben ezt mi folytatjuk, űzzük, úgyhogy azt gondolom, hogy hasznára válna a magyar felsőoktatásnak, hogyha ez nagyobb mértékben el tudna terjedni. Részben egyébként ennek a programnak is köszönhető az, hogy az évek során folyamatosan tudtuk bővíteni, fejleszteni a K+F központunk létszámát, és hát már a budapesti Nokia Siemens Networks R&D központ az a 10 legnagyobb között van a cégcsoporton belül, mint ahogy az összlétszámban is végülis 1000 fő feletti létszámot képviselünk a 60 000-ből. Amit még érdemes tudni a K+F központról az az, hogy 1998-ban kezdtük el a tevékenységet, akkor 24-25 fős létszámmal, és hát ma az 1000 főnek a döntő többségét ezen területen dolgozó kollégák adják. Ráadásul nem csak egy-egy szeletét végezzük a K+F folyamatnak, hanem egy teljes K+F kört, feladatkört ellátunk. Azt jelenti, hogy az igények megfogalmazásától a kész szoftverek leszállításáig minden részfeladatot gyakorlatilag magyar kollégák látnak el. Hát nem csak magyar kollégák nyilván, de 95%-ban azért magyar kollégák dolgoznak a magyar Nokia Siemens Networksnél. És vannak olyan kulcsfontosságú termékek, szoftverfejlesztések, amik egész cégcsoporton belül itt Magyarországon találhatók. Itt én egyet emeltem ki, ez a központi hálózati egységet adó MSS Mobile Switching Server, aminek 1,3 milliárd felhasználója van. Tehát ez szintén egy olyan magyar szoftver, ami bár multinacionális cég tulajdonában van, de mégis valamilyen módon magyar szoftver, amit a világon mindenhol használnak. Ami még a magyar piacon való tapasztalatainkat illeti, amit érdemes tudni, hogy úgy látjuk, hogy Magyarországnak valóban érdemes közép-hosszú távon a K+F-re fókuszálnia, hiszen minden adottságunk megvan hozzá. Visszautalhatnék a Bojár úr prezentációra erre is, amit kulturális és egyéb szempontból vizsgált ezt a kérdést. Úgy látjuk, hogy nagyon jók az eredmények, tehát innovációs KPI-ok szempontjából, szabadalmak szempontjából más országokkal összehasonlítva. Ezen felül nyilván nem egy elhanyagolható szempont, hogy a business case is megáll, tehát költség-haszonelemzés szempontjából is érdemes a magyar piacra fektetni. És hát a fluktuáció is egy olyan szinten van, ami nemzetközi összehasonlításban versenyképessé teszi Budapestet. Tehát Kína, India lehet, hogy picivel olcsóbb, mint mondjuk Budapest, de olyan mértékű fluktuáció tapasztalható azokban az országokban, hogy K+F tevékenységet azt gondolom még mindig sokkal jobban megéri Közép-Kelet-Európában tartani, mint nagy volumenben odahelyezni. Éppen ezért nekünk a legnagyobb versenytársunk egyébként cégcsoporton belül mondjuk Portugália vagy Lengyelország. Tehát mai napig szoros küzdelem megy azért, hogy egy-egy újabb feladatot, fejlesztést ki az, aki megkap.
Hoztam egy példát arra is, hogy melyek azok a fejlesztési irányok, innovációs területek, amik a mobil technológiát foglalkoztatják. Hát alapvetően két fő irányról beszélhetünk. Az egyik az a hatékonyság további növelése, tehát hogy egységnyi idő alatt minél nagyobb adatmennyiséget tudjunk A-ból B-be mobilhálózaton eljutatni. A másik pedig, hogy a felhasználók számára valamilyen egyedi felhasználói élményt tudjunk biztosítani, tehát a mobil szolgáltatók személyre szabott megoldásokat tudjanak kínálni. Mind a két fejlesztési irány egyébként szoftver megoldásokat feltételez. Ez a LiquidNet hálózati megoldás, ez az első fejlesztési irányt példázza, és azért emeltem ezt ki, mert a mi EIT-s projektünk is ehhez a területhez kapcsolódik. A LiquidNet filozófia lényege az abban rejlik, hogy említettem, hogy a hálózati igény az ezerszeresre növekszik, és a probléma az nem csak az, hogy egy ezerszeres igényt kell kielégíteni, hanem az is, hogy ez az igény, ez térben és időben kiszámíthatatlan módon jelentkezik. Gondoljunk csak az ingázókra, a külváros és a városközpont között, gondoljunk csak egy olyan sporteseményre, mint az olimpiai játékok, vagy gondoljunk egy-egy új Angry Birds mobil alkalmazás megjelenésére, amikor hirtelen mindenki le akar valamit tölteni. Tehát egyrészt kell egy mennyiségi problémát kezelni, másrészt pedig egy kiszámíthatatlansági problémát kezelni. És ez a filozófia, a LiquidNet filozófia ezt hivatott modellezni, de azt mondjuk, hogy a teljes mobil hálózati infrastruktúrára a hálózati erőforrásokat likvid módon rugalmasan igyekszünk átcsoportosítani szoftveresen oda, ahol éppen arra szükség van. Tehát hogyan lehetséges az, mondjuk a rádiós hálózatnál maradva, ami az ábra bal oldalán található, hogy cellakapacitásokat összevonjunk, és szoftveresen úgy osszuk el, hogy éppen arra a cellába összpontosuljon a kapacitás, ahol éppen arra időpillanatban szükség van rá. Ezeknek a különböző megoldásoknak az összefoglaló ábrája ez a slide. Nem fog most belemenni a műszaki részletekbe, annyit szeretnék azonban kiemelni, hogy a központi hálózati területen, tehát az ábra középső részén a Liquid Core ábrán látható virtualizáció és broadband management, ez a mi Budapest feladata, tehát ezzel foglalkozunk itt, ami például lehetővé teszi, hogy ugyanaz a MAC-hál, a központi hálózat, amely mondjuk adott időpillanatban beszédforgalomra van kihegyezve, az át tudjon állni, és mondjuk GGS-en, SGS-en funkcionalitást tudjon fölvenni, és átkonfigurálja saját magát automatikusan arra, hogy adatforgalmat tudjon kezelni, anélkül, hogy infrastruktúrális szempontból újabb beruházásokat kellene eszközölni. Tehát ezek azok az okos megoldások, fejlesztések, amelyben Budapest is kiemelt szerepet kap a cégcsoporton belül. És még egy ok, amiért feltettem ezt az ábrát, az pedig az, hogy van egy olyan programunk is, amit InnoBoardnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy bármely kolléga, aki K+F területen dolgozik, bármilyen javaslattal előállhat egy bizottság, egy innovációs értékelő bizottság számára, amely bizottság értékeli, kiválasztja az ötleteket. Amennyiben az ötlet zöld lámpát kap, akkor az illető mérnök kap segítségül két vagy három gyakornok kollégát, és a munkaidejének a 20%-át, tehát mondjuk heti egy napot arra az adott innovációs projektre fordíthatja. Ezt azért emeltem ki, mert azt gondolom, hogy a gyakornokok közül azok a legszerencsésebbek, akik kifejezetten speciális innovációs projektekbe tudnak bekapcsolódni, amikor hozzánk érkeznek, és szerencsére elég sok ilyen innovációs projekt fut folyamatosan. Maga az InnoBoard koncepció egyébként szintén egy magyar találmány cégcsoporton belül, amit immár más K+F központokban is bevezettek világszerte. És végezetül ízelítőnek csak itt például a holnapi közelgő műegyetemi állásbőrze kapcsán is szerettem volna kiemelni, hogy szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy a magyarországi Nokia Siemens Networks tovább erősödik, idén is várhatóan jelentős mértékben, és ez igaz mind a K+F területre, mind a pénzügyi szolgáltató központ területére. Úgyhogy ezen az ábrán látszik az a plakát, amivel készülünk itt a közelgő állásbőrzékre is, és hát várjuk szeretettel a hallgatókat mind a gyakornoki programba, mind pedig ezekre az állás lehetőségekre.
Köszönöm szépen a figyelmet, én nagyjából ennyit szerettem volna mondani a nálunk zajló K+F egyetemi közös programokkal kapcsolatban, hogyha kérdés van, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm szépen!